Indul a Stál konyhája, Magyarország legnépszerűbb főzőműsora. Na nézzük, milyen meglepetés, milyen vásárlás végeredménye vár engem ebben a dobozban. Hoppá, tojás, majdnem csak három, de így négy lett. Császárszalonna, krémsajt, burgonya, pulykamel, és kelbimbo. Na nézzük. Kelbimbós pulykaragú, krémes krumplival. A víz már forr, teszünk bele egy kis sót, és teszünk bele egy kis rozmaringot, majd meglátják, hogy még föl fogjuk használni a vizet. Na, boruljon bele a kelbimbo, így, és addig, amíg ez fölfor, legyalulom a krumplit. Lehet késsel is vágni, de így praktikusabb, mert gyönyörű egyforma szeletek lesznek. Na, megvan. Beledobom egy keverőtálba, így, és egy másik tálkában összeállítom, hogy mit teszek rá. Fogom a krémsajtot. Egyébként, hogyha nem sajt van, hanem tejszín vagy tej, az is tökéletesen megfelel, de így sajttal és azzal az ízesített kelbimbó lével sokkal finomabb. Egy kicsi só, egy pici bors, és még egy kis rozmarin, mert természetesen nem az összes lét használom föl. Hozzáütök két tojást, így, és kikeverem. Így szépen kikevertem, most leszűröm a kelbimbot, mert az közben fölforr. Ezt nem szabad sokáig főzni, mert fagyasztott, és akkor szétesik, és nem, úgy nem olyan jó. És félre teszem. Miután forró lét öntök tojáshoz, ezért azt lassan öntöm hozzá, állandó keverés mellett. Ezt azért kell ilyen vizesre csinálni, vagy hígra, mert ebbe fog a krumpli megfőni, megpuhulni. Na, ennyi elég is. De gyakorlatilag annyi történt, itt a lé, itt a krumpli, be van ízesítve, és összeöntöm. Egy kicsit összekeverem, és már nyomom is be a tepsibe. Egyenletesen eligazgatjuk benne a krumplit, ne ijedjenek meg a sok létől, az el fog tűnni. Egy isteni, finom, krémes, a tetején mégis ropogos krumpli lepény, vagy rakott krumpli, vagy hát én csak úgy hívom, hogy krumpli krémes. Készítsük el a ragút. Néhány csepp olaj a serpenyőbe, és összerakom az ételt. Innentől kezdve pofon egyszerű az egész, az a krumpli körülbelül egy 20 percet sül, és addig mindenki kedvencét, a császárszalonnát fölkockázom. Szalonna nélkül is jó, de gyakorlatilag ez egy húsos szalonna, és amilyen kevés kerül az ételbe, nem igazán túl nagy energia hordozó. Szalonna, szalonna kívánja a hagymát. Már pirulhat is. Ezután jön a pulyka. Ez is megy a szalonnára, hagymára rá. Úgyne. Innentől kezdve már egy kis sót is adunk. Arra azért vigyázzanak, hogy nagy, erős lángon készítsék az ételt, mert akkor gyakorlatilag nem marad leve. És most az a célunk, miután a krumpli krémes, hogy ez egy száraz ragú legyen. És most jön a kelbimbo. Ez az. Ugye eddig csak sót tettem rá. Most teszek rá egy kis fokhagymát. Ennek az az érdekessége, én most fokhagymával ízesítem, és egy kevés borssal csinálom én. Megmondom a titokát is. A stáb férfi tagjai túlsúlyban vannak, ezért a férfiasabb változatot választottam. Gyakorlatilag ennyi az étel. Nézzék meg, milyen gyönyörű színkavalkád.
milyen finom és milyen sok. Kész a ragú, burgonya is elkészült. Az az igazság, hogy praktikus olyan edénybe tenni, amit rögtön az asztalra is föl tudunk tenni, tálalni. Mert akkor csak annyi a dolgunk, hogy ráöntjük szépen a közepére ezt a klassz, finom ragút. Jó étvágyat kívánok! Továbbra is várjuk kedvenc receptjeiket. A győztes nyereménye végre otthon Stár Judit szakácskönyve. Családi ebédek, baráti vacsorák, ünnepi ételek. A műsor együttműködő partner az Univer Majonéz forgalmazója, az Univer Produkt Zrt. A receptet és további információkat a www.stálkonyhája.hu internetes oldalunkon találhat. A műsort újra megnézheti a TV2 honlapján. A műsort a TV2 megbízásából a Stál Produkció készítette.